A Phoenix elleni első nyári felkészülési mérkőzésen már a 9. percben vezetést szereztünk, egy baloldali centerezést a Puskás Akadémiáról érkezett Magyari Szilárd lőtt a kapuba. A 15. percben egy védelmi megingás után befolyt büntetőből egyenlített a fehérvári együttes, majd a 19. percben a Magyari ellen elkövetett szabálytalanságot követően mi is 11-est lőhettünk, Sándor György higgadt ítélet végrehajtónak bizonyult. Egy perc múlva ismét egyenlíteni tudott a Phoenix, ám ezután már csak akvitázicereket és gólokat jegyezhettünk fel. A 23. percben balhátvédünk Galambos Ádám a 16-os sarkáról lőtt parádés gólt, 3-2-re alakítva az állást. A gólzáporos kezdés után még egy találatot tartogatott az első félidő, a 39. percben Lőrinc ugratta ki remek labdával Sándor Györgyöt, aki higgadtan értékesítette az ittszert. A második félidőre sor cserélő csapatunk további két gólt tartogatott tarsolyában, a 65. percben a Molnár Tibor buktatásáért befolyt büntetőt Nyilasi Bálint lőtte a hálóba, majd a 82. percben egy remek támadás végén Molnár Tibor bombázott a Phoenix kapujába, kialakítva a 6-2-es végeredményt. Egy elég kemény hét után vannak a srácok, ez egy nagyon jó lezárása volt ennek a hétnek, és szeretném megköszönni a Phoenixnek, hogy rendelkezésünkre álltak, egy nagyon kulturált szervezett csapatot ismertem meg a személyükben. Nagyon pozitív dolgokat láttam a srácoktól. Az azt hiszem megbocsátható nekik, hogy ebben a stádiumban nem beszéltünk frissességről, robbanékonyságról, dinamikáról, nem is ez volt a lényeg. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés maximálisan elérte a célját. Tudtunk gólokat rúgni, vezettünk támadásokat, sőt, mondhatom azt, még helyenként tetszetős labdakihozatalaink, támadásaink voltak. Szeretnénk ezt majd tovább fejleszteni még magasabb szintre. A következő héten ugye két keményebb ellenfélen lépünk pályára. Nekem minden mérkőzés egyformán fontos, legyen az bajnoki kupa, vagy pedig edzőmérkőzés. Én szerintem önbizalmat lehet meríteni akár ebből a találkozóból is, vagy akár egy olyan találkozóból, amelyik mondjuk egy román első, vagy egy horvát első osztályú csapat ellen fog zajlódni. Hát meglátjuk, hogy jövő hét szerdán és szombaton mire lesznek képesek a srácok, de hozzátenném, hogy nagyon fontos, mindig az eredmény, de nem az elsődleges jelen helyzetünkben.